Látod a pecsegét? Jaj, de jó! Jaj! Ott van olyan lilás színű is, látod? Nem is emlékszem, hogy láttam volna a fehér lobéliát. Nem, az nekem volt, de azt a lilát én azt csak szlovákoknál láttam itt is. Szeretem ezeket a lila füzérvirágokat. Ez valamilyen füzér, nem tudom milyen virág, de ez olyan szép. Ez így patakpartokon, nedves területeken van. Hát így árnyékba kellemes. Ugye? De ezeknek is szép a... És ott nagyon sokáig kint volt a piros-fehér csíkos zászló. És egy idő óta nem látom kint. Mi a fenének? Falkincáját. Jó, elment, az ennyi elég. Hajtogatós, a pizzásoknak hajtogatják a dolgozókat, csinálják. És végre a kapó tökéletes volt, csak hát tényleg kivárni. Jaj, de jó levegő jönni. Ez a lenge szellő. Az. Azért Bajli bácsi a Pesten az Alkotás utcában, az is már majdnem 90 éves, és azzal él együtt ez a kicsit ilyen sérült fia, szóval olyan. És hogy mi lesz, ha meghal a Józsi bácsi? Az anyja is öreg. Ezt az utat? Nem, hogy keresztbe ugye a lombok árnyéka után jön az a napos sáv. Hova szalad ez a gond? Kutya, csak nem a gazdi a után. Mennyi szalad? Arra mi? Jó. Hát itt is úszkálnak, szaporán halad fel. Törködnek az itak. Jaj, de szép. Hát ez nagyon pici neked. Milyen szépen megcsinálták, hogy itt a követ között fog lenni, meg majd a kakát, amit ugyan mi az? Ez a Deutsche Schule-ben, amit. Illetve Ausztriában dolgoznak két, és azért tudtak a hatalmas nagy telket. Van a kis oroszlának, és így ott a kő, gipszoroszlának.